A menekültek, mint mondták, ha kell, egy hónapig is várakoznak. A senki földjén éhségsztrájkba kezdett, mint egy 100 menekült leült a földre, maga mellett étel nélkül, ital nélkül feliratú transzparenseket tartva. Ivica Dačić külügyminiszter szerint Belgrád számára elfogadhatatlan, hogy más államok visszaküldjék Szerbiába a menekülteket, miközben további menedékkérők érkeznek az országba. Hasonló értelemben nyilatkozott korábban Alexander Vulin szociálpolitikai miniszter, aki elmondta, azokat a menekülteket, akik átkeltek a szerb-magyar határon és Magyarországon nyilvántartásba vették, majd visszatoloncolják őket, Szerbia nem fogja befogadni. Horgosnál óráról órára változott a nap folyamán a helyzet. Délután ismét megnyitották a menekültek nyilvántartására kijelölt átkelőhelyeket a magyar részen, de a folyamat rendkívül lassú, és az elmúlt másfél órában mindössze 2 többgyermekes családot engedtek át a határon. Az esti órákban a helyszínen tartózkodik Bacskulin István, Horgos helyi közösségi elnöke, őt kérdeztük az aktuális helyzetről. A menekülteket nem engedik be ebben a pillanatban a fogadó táborban, csak azokat, akiknek valamilyen dokumentumja van, vagy esetleg regisztrálhatni, vagy engedik, hogy regisztrálják őket. A többiek itt állnak a lezárt autópálya vonalon, a két határ közötti teljes vonalon, körülbelül 400-500 menekült lehet ezen a ponton. Az autópálya a régi horgosi átjáró és a vasút között még körülbelül olyan 150-200, és a horgos vasúti átjáron olyan 50-100 menekült lehet. Itt az autópálya határátjárónál, itt van a Magyar Kanizsai Mentőszolgálat egy mentője, és itt van a Szabadkai Mentőállomás egy mentője, és a 400-as, 500-as tömegben nagyon sokan vannak, akik különböző zsigmusokat skandálnak arabul. Nagyon sok civil szervezet, szegélyszervezet van itt, akik sárcokat hoztak, élelmiszert, italt hoztak nekik, vizet hoztak nekik, de nyáron ezt is, de ezt napközben nem akarták elfogadni, mert azt mondták, hogy éjségsztrájkba kezdenek, de nem tudom, hogy ezt hogyan tudják teljesíteni, amikor nagyon sok a gyerek, nagyon sok a nő közöttük.